Jó reggelt kívánok! Önök az ATV híradóját látják. Tóth Géza vagyok, már is mutatjuk legfontosabb híreinket. Uniós irányelvre hivatkozva tenne fizetősé több útszakaszt a kormány, Újhely István szerint nincs ilyen EU-s előírás. Több ezres tanárhiányal indult az új tanév, van iskola, ahol pedagógiai asszisztensek oktatnak, és helyi népszavazásra szólította fel Alsó Zsolc a polgármesterét az LMP a tervezett akkumulátorlebontó miatt. Egy uniós irányelvre hivatkozva tenne fizetőssé jövő februártól több, jelenleg ingyen használható gyorsforgalmi utat a kormány. Az Európai Parlament közlekedési bizottságának alelnöke viszont azt mondta híradónknak, hogy az irányelv nem írja elő útdíjak bevezetését vagy emelését, pusztán a széndioxid kibocsátás csökkentésére kötelezi a kormányokat. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület attól tart, hogy a rendelet miatt jelentősen nőni fog a városok gépjármű forgalma. Autók hajtanak át a Megyeri hídon. Ezt jelenleg még díjfizetés nélkül megtehetik, de a kormány tervei szerint ez jövő februártól megváltozik. Augusztus 25-én látott napvilágot az Építési és Közlekedési Minisztérium rendelettervezete, amely egy EU-s irányelvre hivatkozva bevezeti a külső költségdíjat, bővíti a díjköteles hálózatot és bevezet egy új J5-ös jármű kategóriát. Ez az öttengelyes járművekre, vagyis főleg kamionokra vonatkozik, amelyek kilométer alapon fizetnek az útdíj használatért. Februártól azonban ehhez a rendszerhez csatlakoznának a buszok is. Bizonyára a legtöbb autóbuszos fuvarozónak meg fog nőni a díja ezáltal, meg maga az is, hogy drágábban fognak szolgáltatni ezek az autóbuszos vállalkozók. A tervezet szerint fizetőssé válnak az M0-ás jelenleg ingyenes szakaszai, de fizetni kell az M44-esen Tiszakécskétől Békéscsabáig, az M30-as Miskolcot elkerülő részén, az M6-oson Bátaszéktől az M60-as csomópontig, az M4-esen Jászberénytől majdnem végig Szolnokig, illetve az M76-oson Balatonszentgyörgytől Keszthely-Fenékpusztáig. Ezeknek továbbra is felmentett szakaszoknak kellene lennie, vagy legalább a magánembereknek. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke szerint, mivel ezek között sok az elkerülő út, érdemes lenne a személygépjárműveket mentesíteni a fizetés alól. Senki nem tiltja, hogy nulla legyen bizonyos jármű kategóriákban a díj, és ez azért fontos, mert amíg a városoknak nem tesszük lehetővé, hogy maguk is hasonló szabályokat alkossanak, addig bizony a járművek a városokat fogják elárasztani. Kerestük a kormányt is, hogy melyik irányelvre hivatkozva alkották meg a rendeletet. Válaszukban azt írták, a tervezet az Európai Unió úgynevezett az utakat használó és szennyező fizet elvének teljesülését célozza meg, és a díjszabás mértékét a többi közt a gépjármű tengelyszáma, valamint környezetvédelmi besorolása alapján állapítja meg. Az Európai Unió semmiféle díj, új díjbevezetését vagy díjemelést nem ír elő. Az Európai Parlament közlekedési bizottságának magyar alelnöke szerint a kormány pusztán pluszbevételi forrást keres a költségvetés rossz helyzete miatt, mivel az irányelv csak azt teszi kötelezővé, hogy csökkenjen a széndioxid kibocsátás, annak módját nem. Mindig egyszerűbb adókat emelni, trükkös módon az utazókat, a közlekedőket büntetni. Semmi más, hiszen ezáltal egyébként az Európa irányelvnek megfelelő célhoz nem fogunk közelíteni, hanem több bevétele lesz a kormányzatnak. A kormány mintegy 150 milliárd forint bevételre számít az intézkedéstől. Nyár közepére már többen tartották rossznak az élelmiszer ársapkákat, mint ahányan pozitívnak gondolták az intézkedést, derül ki az IDEA intézet friss felméréséből. A kutatás szerint az emberek 46%-a gondolta úgy, hogy az ország gazdasági helyzete szempontjából inkább rossz az intézkedés, és mindössze 26% vélekedett pozitívan róla. A kutatás szerint ugyanakkor a kormánypárti szavazók véleményét nem befolyásolta érdemben az ársapkák nézszerűtlensége. Döntő többségük az ársapkák bevezetéséről 2023 nyarán is pozitívan vélekedett. Ujjás Gergely abban bízik, hogy a következő évek a magyar oktatás évei lesznek. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ehhez iskolafejlesztésekre és a pedagógus bérek emelésére is szükség van. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint ugyanakkor nincs elég tanító, a kormány pedig nem veszi figyelembe, hogy milyen nagy a baj. A státusztörvény elfogadása óta egyébként 2000 pedagógus hagyta el a pályát. Ünnepélyes szallagvágás a Maglódi iskola új épületének átadóján, amelyen a miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vett. Gulyás Gergely a megnyitón beszédet is mondott.
Bízunk abban, hogy a következő évek a magyar oktatás évei lesznek. Ehhez természetesen szükség van Pest megyében iskolafejlesztésre, elsősorban Pest megyében, de az ország több pontján is. Az épületben 10 tanterem, tornacsarnok, valamint néptáncoktatás szolgáló táncterem is van. A megépítéséről a kormány még 2017-ben döntött. A Maglódi iskola ugyanakkor az idei tanévre már májusban tanárokat toborzott. Az intézmény Facebook oldalán matematika, ének, zongora szakos tanárokat keresnek, de tanítóknak szóló álláshirdetés is szerepel. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint óriási a baj, amiről a kormány nem beszél. Óriási problémák vannak. Hatalmas a pedagógus hiány, ezt lehet látni nap mint nap, akár a közösségi médiumokban megjelenő hirdetésekből, visszajelzésekből, amelyek a kollégáktól érkeznek, és hát persze a kormányzat folyamatosan tagad. Az RTL tudta meg, hogy a külsőpesti tankerületi központ fenntartójánál nincs elég tanító, ezért pedagógiai asszisztensek oktatnak több iskolában. A PDS szerint törvényellenes. Nem taníthat pedagógiai asszisztens, de hát eddig is előfordult az, hogy hallgatókkal létesítettek határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyt olyan hallgatókkal, akik nem utolsó évesek. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke kiemelte, a pedagógiai asszisztensek csak testnevelés órát és honvédelmi ismereteket tarthatnak a jelenlegi jogszabály szerint. Akik képesítés nélkül taníthatnak jelenleg, törvénysértés nélkül azok a testnevelő tanárok, akik edzői diplomával taníthatnak pedagógus képesítés nélkül, és az összes többi az le van tiltva, illetve a honvédelmi ismereteket taníthatják katonatisztek pedagógiai ismeretek nélkül, illetve pedagógus végzettség nélkül. Szabad ország! A státusztörvény elfogadása óta 2000 tanár mondott fel, a szakszervezetek további 2500 felmondásra számítanak. A szeptember 1-i tanévnyitó demonstráció után az Egységes Diákfront bejelentette, hogy országjárásba kezd. A diákok szeptember 15-én újra tüntetnek. Méltatlan körülmények között tároltak holttesteket a Péterfi Sándor utcai kórházban. Az ügyet az Országos Kórházi Főigazgatóság hozta nyilvánosságra. Az esetre azután derült fény, hogy elbocsájtották az intézmény boncmesterét és boncsegédjét, és megtörtént az átadás-átvétel. A kórház orvosigazgatója belső vizsgálatot rendelt el az ügyben, és az esetet jelentette a rendőrségen is. Helyi népszavazás kiírását várja az LMP az alsózsolcai polgármestertől, miután a kormány kedden bejelentette, a Miskolc melletti településen akkumulátorlebontógyár épül. A helyiek egy lakossági fórumon meglehetősen hevesen tiltakoztak a beruházás ellen. A Híradónknak nyilatkozó szakértő szerint tudomásul kell venni, hogy minden gazdasági tevékenység környezetkárosító hatással bír, amelyeket társadalmi egyeztetésen minimalizálni kell. Záporoztak a kérdések azon a pénteki alsózsolcai lakossági fórumon, amit az itt épülő akkumulátor újrafeldolgozó üzemről tartottak. A helyiek nem örülnek a beruházásnak. Tessenek azt nekem megmondani, hogy ki volt az az őrült, aki a vízbázis területére veszélyes hulladék feldolgozó üzemet akar tenni. A fórum a végére parás hangulatú, indulatos vitába torkolt. A szlovén cég munkatársait biztonsági őrök kísérték ki. Az újabb gyár létrehozását kedden jelentette be Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint a szlovén Andrada csoport a világ legmodernebb technológiájával hozza létre ezt az akkumulátorlebontógyárat. Egy 10 milliárd forintos beruházás keretében éves szinten 10 000 tonna elektromos akkumulátor újrahasznosításához szükséges beruházást hajtanak végre a Sózsolcán. A kormány ehhez a beruházáshoz 4,7 milliárd forintos támogatást biztosít. Ráadásul a gyár nem terheli a környezetet, és 200 új munkahelyet is teremt, tette hozzá Szijjártó Péter. Az LMP viszont tragikusnak nevezte, hogy megint a politika és nem a helyiek akarata érvényesül. Hogy Magyarország nem lehet akkumulátorgyarmat. A párt a polgármestert helyi népszavazás kiírására buzdítja. A vízre, az energiára, a termőföldre nem itt van szükség, a mezőgazdaságban, az élelmiszertermelésre. Tehát nem lehet azt megengedni, hogy ezt a vizet, energiát elpocsékoljuk.
elpocsékoljuk felesleges akkumulátorgyártásra. A Híradónknak nyilatkozó szakértő szerint tudomásul kell venni, hogy minden gazdasági tevékenység, gyártási folyamat, ipari termelés károsítja a környezetet. A legfontosabb, hogy ezek hatásait társadalmi egyeztetéssel minimalizálni kell. Nincs ingyen ezért, tehát ha akarunk fejlődni, ha akarunk még jobb élni, és még többet vásárolni, és még nagyobb autókkal menni, és még több autópályát, és így tovább, akkor ez mindenképpen szennyezéssel és környezeti problémákkal és természetrombolással fog járni. Közben Szijjártó Péter szombaton a világ egyik legsikeresebb autóipari vállalatának tulajdonosával megállapította, az európai gazdaság jövőbeli alakulására az autóipar változása lesz a legnagyobb hatással, és ennek az átalakulásnak Magyarország az egyik éllovasa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a héten fel fogja kérni a parlamentet, hogy menessze Olekszij Reznyikov védelmi minisztert, és helyére Rustem Umerovot, Ukrajna fő privatizációs alapjának vezetőjét ültesse. A bejelentés, amelyet a Nemzethez intézett esti videóbeszédében tett, az ukrán védelmi intézményrendszer háború alatti legnagyobb átalakítását jelenti. Az év elején volt már róla szó, hogy Zelenszkij menesztené Reznyikovot, aki azután keveredett botrányba, hogy kiderült, az általa vezetett minisztérium túlárazva vásárolt élelmiszereket az ukrán hadseregnek. Emiatt korábban már személycseréket hajtottak végre a védelmi tárcánál. Az ukrajnai frontvonal keleti szakaszán három helyen is ráerősítettek az oroszok, de kijevi közlések szerint az ukrán hadsereg visszaverte a támadásokat. Egy nap alatt összesen 30 összecsapás volt az ukrán védők és a megszállók között. Az ukrán sikerekről számoltak be Bakhmutnál és Zaporizsia megyében. Nehéz tüzérséggel lőtték a hétvégén az oroszok ezt az óvodát a dél-ukrajnai Herszon megyében. Tucatnyi ablak kitört, a tető megrongálódott. A szinte folyamatos támadásokban egy ukrán civil meghalt. Ukrán határőrök lőtték le ezeket az orosz kamikáze drónokat Odesszában. A megszállók összesen 25 drónnal intéztek támadást a dél-ukrajnai kikötőváros ellen. Ezek a felvételek a kelet-ukrajnai Bakhmutnál készültek. A harmadik ukrán rohamdandárnak kijevi közlések szerint sikerült kifüstölnie az orosz megszállókat a lövészárkokból. Az ukrán erők jelenleg Bakhmuttól délre folytatják a támadó hadműveleteket, és Zaporizsia megye nyugati részén is sikereket értek el. Az ukránok a hétvégén amerikai gyártmányú rakétatüzérségi eszközökkel, illetve rakétasorozatvetőkkel vettek célba egy orosz lőszerraktárt Donyeck megye megszállt részén. A képek alapján sikeresen. Az ukrán katonai elhárítása HUR állítólag nyilvánosságra hozta a felvételeket arról az orosz pilótáról, aki egy Mi-8-as helikopterrel dezertált Ukrajnába. Mint a pilóta a HUR videóján mondja, Oroszországban már senki nem akarja ezt a háborút, és már csak idő kérdése, hogy Ukrajna győzzön. A férfi állítólag $500,000 díjazásért cserébe vállalkozott a merész akcióra. Közben az orosz hadsereg már a környező országokból igyekszik pótolni a hatalmas emberveszteséget, amelyet Ukrajnában szenvedett el. A hirdetések alapján csaknem 800 000 forintnak megfelelő havi fizetést ajánlanak azoknak az örményeknek és kazahoknak, akik önként jelentkeznek az ukrajnai háborúba. Az ukrán felderítés szerint Moszkva így akarja elkerülni a mozgósítás újabb hullámát a jövő évi elnökválasztás előtt. Halálos áldozatokat követelt az ítéletidő Spanyolországban. Ázsiában tájfunok pusztítanak, Nevadában pedig legalább egy ember meghalt, amikor egy fesztivál résztvevőire lecsapott a vihar. Több ezer ember rekedt a sárban, az egyébként mindig száraz sivatagban. Folyókkal változtak az utcák Alcanar északkelet spanyolországi településen. A vihar, amely nagy mennyiségű esőt hozott, a tenger hullámait is magasra korbácsolta. Aragóniában két ember életet követelt az ítéletidő, amely az elviselhetetlen hőhullámokkal tarkított nyarat követte Spanyolországban. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy lehetőleg maradjanak otthon. Biztos, hogy korábban hazamegyünk, miután vörös riasztás van érvényben. Kocsival semmiképp nem ajánlatos útra kelni, marad a metró, mondta ez a madridi lakos.
Görögország északkeleti részén viszont még mindig erdőtüzekkel küzdenek. Évrosz prefektúrában volt idén a legtöbb halálos áldozatot követelő tűzvész egész Európában. Emellett számos lakóépület is a lángok martalékává vált. Ázsiában tájfunok tombolnak. Egészen pontosan a Haikuiért partot Tajvanon. Többen megsérültek, utakban, járművekben keletkeztek súlyos károk. Nem csökkenthetjük a készültséget, az összes minisztériumnak növelnie kell az éberséget. A központi és helyi kormányzatoknak össze kell fogniuk, figyelmeztetett a tajvani elnök. A hatóságok már jó előre evakuáltak csaknem 4000 embert, a belföldi repülőjáratokat törölték. A Haikui 4 év után az első tájfun, amely elérte Tajvant, és hamarosan a kínai partvidék felé veszi az útját. A délkelet-kínai Kanton tartománynak azonban már most kijutott. A Szaola 200 km/h sebességű széllökésekkel söpört végig a tartományon, ahol ez volt a legerősebb tájfun 1949 óta. Vállalatok zártak be, az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, a Szaola közben trópusi ciklonnál szelidült. Nevada államban egy fesztivál résztvevői, akik többnyire sátrakban laktak, pórul jártak, miután heves esőzések sújtották a rendezvény helyszínét. Egy ember meghalt, több ezeren a sárban rekedtek, a hatóságok pedig nem tudják megközelíteni a helyet, ezért arra kérték az embereket, hogy takarékosan bánjanak az élelemmel. Még mindig vannak olyan házak Marócsán, amelyeknek nem sikerült rendbe tenni a tetejét a július 21-i hatalmas vihar után. Akiknek volt biztosításuk, már túl vannak a felújításon, a többiek viszont egyelőre nem tudják, hogy mi lesz velük tető nélkül az őszi-téli időszakban. A faluban júliusban minden ház sérült a viharban. Ez az egyik annak az 5 háznak, amelyek még nem kaptak tetőt a júliusi vihar óta. Ezeken kívül még 4 önkormányzati épület van hasonló helyzetben, amelyeknél arra várnak, hogy a biztosítótól pénzhez jussanak. A faluban, akinek volt biztosítása, az már rendbe rakta a háza tetejét, de ez sem volt egyszerű, mert még ehhez is kellett pénzt tenni. A biztosító 820 ezeret fizetett nekem, 1 millió 7-ben van a tetőjavításom. Elég volt? Hát nem volt elég. De sajnos meg kellett oldanom valahogy. Ami volt tartalékunk, a sajnos föléltük most. A kisfalu polgármestere is arra panaszkodik, hogy a biztosítótól nem kapták meg a teljes kárösszeget, így pedig nem tudnak nekiállni a saját épületeik rendberakásának. Töredéket küldte a biztosító a kárnak. Elég szomorú. Hát nem tudom, hogy majd még a minisztériumban most küldjük be a viszmajor pályázatot, hogy onnan majd, hogy mikor kapunk, mikor se, 8-10 hónap múlva. Akinek se biztosítása, se pénze, az egyelőre nem sokat tudott tenni a helyzet javítása érdekében. A fólia alatt az őszi-téli időjárás közelettével semmi sincs biztonságban. Ez a nyugdíjas házaspár azt mondja, hogy segítséget nem nagyon kaptak, saját erőből pedig nem tudják a tetőt kijavítatni. Megcsináltak, 150 ezer forintért rakták fel a cserepet, ilyen vállalkozók félig. Hát nekem meg még a nyugdíjunk sem. Neki sajnos nincs arra. Nincs arra pénzem. És akkor ezt várjuk most, ezt a segítséget. Ő is beteg, én is beteg vagyok. Sajnos. Rokka nyugdíjas, én meg rendes nyugdíjas. Marócsa polgármester egyébként azt mondta, hogy saját erőből ők sem tudtak volna segíteni, de sokan adományoztak építőanyagot vagy pénzt. Ebből tudták biztosítani, hogy legalább fóliával legyen lefedve minden sérült ház. Száfolja az országos mentőszolgálat annak a baranyai párnak az állításait, akik szerinte 40 perc alatt értek ki a mentők a szülni induló édesanyához. Az édesapa arról is beszélt stábunknak, hogy feleségét mindenki előtt ruhátlanul tették a mentőautóba. A történtek kapcsán Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője híradónknak azt közölte, hogy a család egyetlen állítása sem igaz. Mint írta, a mentők 12 percen belül a helyszínen voltak, és szakszerű ellátást nyújtottak. Azt pedig, hogy ruhátlanul tették volna a kocsiba az anyát, szemen szedett hazugságnak nevezte. Györfi Pál hozzátette, a mentőellátás és az ügyeleti alapellátás is jól szervezetten működik Baranya vármegyében. Az állat betegségére hivatkozva az utcán vert agyon egy vadmalacot egy vadász Debrecenben. Az állat rendkívül szelíd volt, a járdán az emberek között járt, kelt, nem tartott semmitől. A szakemberek szerint ez utalhatott arra, hogy valamilyen betegsége van, ami miatt végezni kellett vele.
Az eset a járókelők közül sokakat megbotránkoztatott, mondván máshogy is lehetett volna végezni az állattal. Ez volt az a körülbelül 30 kilós vadmalac, amelyik Debrecenben sétálgatott békésen az utcán. Rendőrök is figyelték, de az állatot annyira nem zavarták az emberek, hogy teljes nyugalomban sétált el közöttük. Egy vadásztól kértek segítséget, aki először adott interjút, majd visszavonta nyilatkozatát. Állította, hogy az állat egyértelmű jeleit mutatta annak, hogy beteg. Egy állatorvos szerint így pedig el kell távolítani. Elsősorban a vadászatra jogosultak feladat, amivel vadállatról van szó, azon a területen, ahol ők lőfegyvert használhatnak. Ez lakott területen csak külön engedéllyel, de végezhető. Az állatot befogni nem tudták, mert akkor harapott. A malac egy társasház hátsó kertjébe ment be, ide ment utána a vadász. Bement, megnézte az állatot, majd kijött, kivette egy pokrócot és egy nagy baltát. Én megkérdeztem, hogy ez meg mire van szüksége erre. Mondta, hogy hát a pokrócot rá akar lökni az állatra. Mondom, én ezt abszolút értem, de minek kell a balta? És azt mondta, hogy lakott területen nem használhat fegyvert. Ezután felgyorsultak az események. Az állatvédők szerint a vadász kegyetlen módon végzett a malaccal. A két járőr és a bejelentő hölgy szeme láttára ő úgy próbálta megoldani a helyzetet, illetve a problémát ő úgy kezelte, hogy megfogta, a pokrózba tekerte, és egy fokossal, nem baltával, fokossal agyonverte az állatot. A történteket a rendőrök is vizsgálták, akik szerint a vadász nem verte agyon az állatot. A közlemény szerint a ház kertjében a vadász, idézem, a rendelkezésre álló eszközökkel a személyi sérülés megelőzése érdekében elvégezte az állat elkábítását, és a vaddisznót élve elszállította a helyszínről. Megkezdődött a Zsidó Budapest 150 éve program sorozat Erzsébetvárosban a főváros 150. születésnapja alkalmából. Az esemény célja, hogy bemutassa a zsidó kultúra sokszínűségét. A megnyitó ünnepségen Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy Budapest születésnapja a sokszínűség szeretetének ünnepe is. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a város sokkal unalmasabb és szürkébb lenne a zsidó kultúra jelenléte nélkül. Megszerezte első angol bajnoki gólját a Liverpoolban Szoboszlai Dominik. Az Aston Villa elleni meccs harmadik percében talált a kapuba. A kapusnak gyakorlatilag esélyesen volt elérni a labdát. Szoboszlai Dominik 70 millió euróért került a Liverpoolhoz, még csak 22 éves, de már 32-szeres magyar válogatott, és Szalai Ádám visszavonulása óta ő a nemzeti csapat kapitánya is. És eddig a híradó hírei, most indul a Start, és hogy mi mindenről lesz benne szó, azt már is megtudhatjuk Andrástól. Szervusz, jó reggel! Szervusz, Géza! Természetesen lesz szó Szoboszlai Dominik első góljáról is, de csak a Start Plus-ban. Itt lesz velünk Eszterházi Mátyás, aki a labdarúgó menedzsere. És hát tudják, amikor az élet összetalálkozik a szerkesztéssel, ez pont az a történet, mert hogy már rég tudtuk, hogy vele fogunk beszélgetni, és Dominik ugye akkor még csak készült az Aston Villa elleni mérkőzésre, és hát az a gól, az parádé, az tényleg parádé. Amúgy én nem akarok olyan történetekkel jönni, ami nagyjából a vörös farkot juttatja eszükbe. Ez az a történet, amikor nagyon megmondja valaki, hogy mit kell gondolni, miről. De ugye, ha az ember nem becsüli le az ellenfelét, hanem egész egyszerűen alázattal küzd, hajt, és ugye egy új játékosként beilleszkedik a csapatba, akkor ez szokott történni. Nem mindenki ilyen szerencsés amúgy, de ezt majd megbeszéljük akkor. Kislányos izgalommal, meg kisfiús izgalommal készültünk a ma reggelre Emiliával. Azt is megbeszéljük majd, hogy miért, hiszen a hétvégén találkoztunk a nézőinkkel. Géza, te is ott voltál, pont elkerültük egymást, ezt sajnálom. De hát mondjuk azt, hogy a tapasztalatokat majd megbeszéljük. Igen, nagyszerű élmény volt a pozsonyi pikniken találkozni a kedves nézőkkel. Kíváncsi vagyok, hogy miről számoltok majd be. Köszönjük szépen, Andis, tehát azonnal kezdődik a Start, előtte még rövid időjárás jelentés, én pedig 7 órakor várom Önöket egy újabb híradóval, majd viszontlátásra.